Did it. We sealed the bad out and the good in. Take a second and look around you. Go ahead. We have everything we've always wanted. We'll want for nothing. Excuse me. I really love it here. Thank you. Um, we have all these beautiful avocados from Mexico, but where are the chips? I'm sorry. Oh no. the chips. The chips are outside. Why are they outside? The chips are outside ah! people. <laughs> are <the laughs> Autograph? i Wait, 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 wait! Please, avocados taste great on lots of things! See? Avocado toast! We can still make this work! Yes. Oh, Wi Fi's down. No, 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 no! no. Ah! Avocados from Mexico! Úgy gondoltam, hogy a következő jelenetek, melyek többnyire reklámokból származnak, érdekesek lehetnek azok számára, akik kutatják az igazságot, és azok számára is, akik már megtalálták, és esetleg segíteni szeretnének másoknak. Amivel kezdeni fogunk, az az Avocados from Mexico cég egyik reklámfilmje, és ez az, amit meg szerettem volna mutatni mindenképpen. Egyértelmű szerintem már ebből a jelenetből is, hogy mi az, amire ki szeretnék térni. Említettem már sokszor, és valószínűleg akik rendszeresen nézik a videókat, már eleget hallották, hogy elmondják, hiszen tudják, hogy már mindegy. Megmutatják, mert tudják, hogy az idő lejárt, és azzal is tisztában vannak, hogy a legtöbb embert még akkor se érdekelni az igazság, hogyha egyáltalán képes lenne azt megérteni. Mondhatnánk azt természetesen, hogy ez mind a véletlen műve, és ha valaki ezen a véleményen van, engem az sem zavar különösképpen. Reklám kezdő jelenetében láthatjuk a világot, ahol élünk, a mennyboltot vagy azt a kupolát, ami körülveszi a földet és kijelöli annak a határvonalai. Egyáltalán nem véletlen az sem, hogy ez a kupola kisebb hadszög alakú alkotó elemekből épül fel. Ez az alakzat annyira fontos, hogy elhitették velünk azt is, hogy a képzeletbeli bolygó, amit Saturnusnak hívnak, rendelkezik egy felhő formációval, ami egy hadszöget ábrázol az északi pólusán ennek a képzeletbeli bolygónak ezt láthatjuk itt a képen. Szaturnusz természetesen a hatodik úgynevezett bolygó a naptól. Emellett Szaturnusz egyébként egy római istenség, aki itt Francesco Goya képén látható. A kép címe egyébként Szaturnusz felfaja a gyermekét, valami hasonló lehet magyarul. Szaturnusz egyébként egy latin eredetű szó és egy római istenség az, aki ezt a nevet viselte. Szaturnusz egyébként a keletkezés, a teremtés, a megsemmisülés, a bőség, a gazdagság, a mezőgazdaság, az időszakos megújulás és a szabadság istene volt. Az ő tiszteletére rendezték a Szaturnália Fesztivált az ősi Rómában, amit ma minden karácsonykor az emberek újra megismételnek. Szaturn azonos egyébként a görög titánnal Kronosszal, és ezen a képen látható, amint felfalja a fiát azért, mert attól tartott, hogy egy nap majd az egyik gyermeke letaszítja őt a trónjára. Könnyen vizualizálható szerintem az, ahogyan egy hatszögbe könnyedén rajzolhatunk egy hatágú csillagot, egy hexagramot a hexagonba. Wikipédia is megerősíti azt, amit korábban mondtam, hogy az úgynevezett bolygó Saturnus északi pólusán található egy hatszög. Ha megnézzük wikenwagecraft.com weboldalt, akkor láthatjuk azt, hogy a hexagram az egy nagyon fontos eleme a mágiának, illetve a különböző okkult rituáléknak. Alistair Crowley ezen tradíciók egyik legismertebb alakja az Arany Hajnal című művében megerősítette azt, hogy a hexagram, vagyis a hatágú csillag az egy magasabb fokú mágiát tesz lehetővé, mint a pentagram, ami ugye az ötágú csillag. Érdekes, hogy arról beszélnek, hogy a hexagram, vagyis a hatágú csillag legalsó csúcsa az a holdat reprezentál vagyis a csillagfényt, az égi fényt. A felső pontja pedig Da'at, Érdekes módon, de állt a Héberben tudást jelent. Ezekben az okult rituálékban nagyon fontos szerepet kap a szexualitás, ezért a hexagram, vagyis a hatágú csillag egy tökéletes szimbólum számukra két-háromszög egyesülésével megkapjuk ezt az alakot. A talapzatán álló háromszög reprezentálja a férfit, míg a felfelé fordított vagy a csúcsára állított a nőt. Ha ezt így folytatnánk, akkor ez egy véget nem érő kutatás lenne, ezért itt le is zárnám a hexagramot azzal, hogy van egy másik érdekes asszociáció is, ami a hexagrammal kapcsolatba hozható. Ez pedig a kaptár. A mély kaptár ugyanis hatszög alakú részekből épül fel. A kaptár egyébként reprezentálja azt a fajta gondolkodást, ahol mindenki egy közös célért dolgozik. A dolgozók a mély kaptárban mi vagyunk a társadalom, az emberek, a tudatlanok, az ostobák akik mind dolgoznak a királynőért. királynő pedig természetesen az ellenség, és azok az emberek, akik az ő közreműködésével uralják és irányítják ezt a világot. Tudom, hogy egy kicsit messziről érkeztünk ide, de most már akkor így érti mindenki, hogy sokkal több van ebben a kezdő jelenetben, mint amire az ember úgy első ránézése gondolna. A vilám gyorsan még annyit hozzátennék, hogy valószínűleg mindenki ismeri az énekesnőt Beyoncé-t, Jay-Z feleségét. A Beyoncé név egyik becézési formája B vagy B, ami angolul méhet jelent. Beyoncé az ő rajongóit, illetve követőit Beehive-nak, és ezt a közösséget Beehive-nak, vagyis mékasnak vagy Mékaptárnak hívja. Önmagát pedig Queen Bee-nek, vagyis méhkirálynőnek. Ennek a Mékaptárnak, vagy Beehive-nak ez a logója egyébként. Egy hatszögekből felépülő hadszög. És maga a méhkirálynő. Ahogy mondtam, elmondják, mert tudják, hogy már mindegy, ahogyan ezek az agyatlan emberek tudatlanságukban, ostobaságukban mennek és követik a báványukat. Úgy körülbelül, ahogy a társadalom működik, mint egy mély kaptár, ahol gondolkodás nélkül mindenki teszi a dolgát és építi fel azt a kaptárt a királynőnek. Hogy mennyire primitív szintre süllyedtünk, azt nagyszerűen mutatja Beyoncé saját weboldala, ahol fel lehet iratkozni ebbe a kaptárba, ugye Beyoncé és a Hive itt van úgy, mint kaptár. Ha esetleg valaki szeretne csatlakozni, akkor itt megteheti ezzel a linkkel. Be kell regisztrálni, és azonnal az ember tagja lesz a Beehive-nak, vagyis ennek a mély kaptárnak, ennek a kaptár gondolkodásnak, amit nem is hiszem, hogy igazából gondolkodásnak lehetne nevezni. Gondolom ezek után nem lep meg senkit az, hogy Róma és a Vatikán tele van méh, illetve méh kaptár vagy méh kas motivumokkal. Ezeket láthatjátok, illetve ezek egy részét itt a képeken. Ezt a motivumot használta a Barberini és a Medici család is többek között. A Barberini családról még annyit, hogy Maffeo Barberini, 8. Urbán pápa néve vezette a római katolikus egyházat 1623-tól 1644-ig. Ez a szobor egyébként őt ábrázolja, és ha jobban megfigyeljük, akkor láthatjuk a méheket itt, a palástján. A jól ismert okult kéztartással együtt. Sőt úgy tűnik, hogy a fején viseli a kaptárt. Még egy példát villámgyorsan hagy mutassak. Ez a Triton szökőkút Rómából, és ha jobban szemügyre vesszük, láthatjuk a pápai kulcsokat, a kaptárt, illetve a méheket szintén. Ez a kaptár egyébként a pápaságnak a címere vagy jelképe. Akit érdekel, utána nézhet ez a Triton szökőkút Rómában. Csak hogy mennyire fontos számukra, a világot uraló és irányító elit számára ez a szimbolika, azt nagyszerűen mutatja az amerikai horror történet, a kultusz című évada melynek ez a pósztere. Ez a hetedik évad volt, és a címe egyébként szekta, magyarul legalábbis így fordították le. A történet az amerikai választások éjszakáján indul, amikor Donald Trump sokkolta Amerikát és a világot győzelmével. A történet a két politikai oldalt kedvelő személy történetét mutatja be egy labilis, sok rendelkező megszállott Clinton Drucker és egy látszólag őrült Trump hívő, aki ha kell, tud higgadtan is gondolkodni. Na de ezután a kis kitérő után térünk vissza a reklámhoz. Ezután megtudhatjuk azt, hogy egy egész társadalom él ebben a kaptárban. Úgy tűnik, hogy idilli környezetben élnek, mindenki fehér ruhát visel, ábrázolván azt az új világrendet, amit szeretnének létrehozni. Ahol senki nem gondolkodik, mindenki éli világát, ahogyan egy mé éli világát a kaptárban. A környezet tökéletesnek tűnik, és ez is az, amire felhívják a figyelmünket. Elmondják az embereknek, hogy megcsináltuk, elértük végre azt az életformát, hogy kizártuk a rosszat kívülre, és megtartottuk mindazt, ami jó és pozitív ide magunknak. Természetesen a reklám humort használ, különben nem lenne értelme az egésznek. Úgyhogy az a helyzet, hogy minden avokádó itt van belül, azonban a chips kívül ragadt, és erre az emberek megőrülnek, és egyfajta álmok futásba kezdenek. Ez az, amit szeretnék itt bemutatni, inkább megmutatom a videót. Will want for nothing. Excuse me. I really love it here. Thank you. Um, We have all these beautiful avocados from Mexico, but where are the chips? I'm sorry. Oh, the chips. The chips are outside. Why are they outside? The chips are outside! <laughs> People, <laughs> oh, okay, okay. I want a Chris Elliott autograph. Hi. <laughs> amit be akartak mutatni, az az, hogy mennyire elvesztették az emberek a józan és az értelmüket gyakorlatilag. Hogy mennyire primitív vágyaik vannak, és nem érdekli őket semmi azon kívül, amit meg tudnak enni, meg tudnak inni. És egyéb fizikális vágyaikat ki tudják elégíteni, ez a lényeg, azon kívül nem számít semmi. Ez az egész történet úgy van megírva, mint egy film, egy post-apokaliptikus film. Egy világvége utáni életforma, ahol az emberek egy úgymond utópiában élnek de Az üzenete mindenképpen az, hogy az emberiség annyira primitív szinte sűlyed, hogy képesek egymással harcolni chipsért akár. Ezután megnyugodnak az emberek, ugyanis szükség van egy vezetőre, aki irányítja őket. De amikor ez a karakter észreveszi, hogy nem működik a WiFi, akkor újra elszabadul a pokol. Oh, down. Én érdekesnek találtam, sőt szerintem maga a reklám is nagyon ötletes és kreatív, amellett, hogy tökéletesen bemutatja a világunkat, és egy újabb bizonyítékot szolgál arra, hogy elmondják, mert tudják, hogy már mindegy. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat hallója és shalom!